mindenkit, itt ezen a májusi nyári időben tartandó mondástán. Örülök, hogy ilyen sokan eljöttek. 86-an vagyunk egyébként, sokan kérdezték. És mindjárt köszöntöm is a ma esti zenészünket, aki nem más, mint Kozma Tamás. Szeretném elmondani, hogy a megszokottól kicsit el fogunk térni most, ugyanis elég sok énekes lemondta, nem tud jönni sajnálatos módon. Úgyhogy egy táptába, egy végtébe le fogjuk énekelni a műsort, és akkor utána fogunk vacsorázni, nem fogjuk ketté osztani ezt. Többek között lemondta a fellépést a mai meglepetés vendégünk, akinek nem mondom a nevét, hogy Bakóc és Szűcs Imre, mert hogy majd jönni fog valamikor azért az ősszel hozzánk, és énekelni fog nekünk. Aztán majd meglátjuk, jó, hogy hogyan tovább, de a műsorunkat elkezdeni a ma esti címadó dallal fogadja ezt. Szeretnék lájus éjszakában letépni minden forgalmát, amíg öled az édes álom, díszítni félre is szobát, amíg szívünk az szépen, szeretettel köszöntök mindenkit.
Ilkát kellene megemlítenem, ő most a legállapodásban van, és hogyha jól emlékszem, akkor a mai napon osztotta meg, hogy megszületett az első unokája. Hogy lehet valaki, gratulálunk neki, és jó egészséget az egész családnak, és akkor fogadják szeretettel ma esti egyetlen hölgy előadónkat, Bezzeg István Néhaját. Thank you.
is tudom, mondhatom, hogy déd nagypapát. Mondhatom, majdnem déd nagypapát. Teljes Istvánát fogadják meg nekünk. Thank you.
Thank you.
Úgyhogy engedjék meg, hogy egy kicsit beszéljek. Hát nem kenyerem, de azért beszéljek. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a névnapjukat és a születésnapjukat ünneplőket. Jó egészséget kívánok mindannyiuknak, akár a közeljövőben, vagy a régmúlóan ünnepeltek mostanában. Szeretném elmondani, hogy a nyáron lesznek programok, tehát lesz a Vaska Fesztivál, tessenek jönni majd a nyáresti vigadalomra július utolsó szombatján, ha jól emlékszem, akkor 30-a, vagy a Városháza udvarán, vagy pedig a eső esetén a Művelődési Ház nagy termében lesz megrendezve. Ez még képlékeny, úgyhogy majd tessenek figyelni az információkat. Következő alkalommal itt a Nóta Esten szeptemberben fogunk találkozni, reményeim szerint. Szeptember 26-ára emlékszem, de majd tessenek megnézni az utolsó pénteket. Várok mindenkit majd nagy szeretettel. És akkor köszöntöttem a névlaposokat, születésnaposokat. Kaptam egy telefont, egy hete, két hete, nem tudom, nem is olyan régen, hogy mikor lesz a mai Nóta Est, ezt kérdezte az illető, Józsi bácsi, a vonal túlsó felén. Hát mondtam, hogy a mai napon, tehát 26-án, és hogy az milyen jó. És kiderült, hogy miért ilyen jó, hiszen a családjukkal szűk körben megünnepelték, vagy megünnepelik majd, viszont a ma este folyamán itt a Nótás nagy családdal szeretnék megünnepelni 50. házassági évfordulót. És még sok-sok együtt elköltött évet kívánunk. Én készültem egy dallal, de küldeném mindazoknak, akik nem olyan régen ünnepelték ugyanezt a kerek 50-es, vagy akár a 15-ös, 25-öst, Isten értesse őket is, és fogadják nagy-nagy szeretettel. Köszönöm, hogy
köszönjük szépen, és a nevünkben mondom, köszönjük szépen. Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy János Hidáról következik egy fiatal ember, de engedjék meg, hogy mielőtt ezt mondom, mert ezt fogom, tehát ez biztos lehet benne a Józsi, engedjék meg, hogy köszöntsem János Hida polgármesterét, hiszen elhozta magával. És akkor mint ahogy már ezt mondtam, egy fiatal ember következik, János Hidáról, Struhala József! Köszönöm szépen, hogy itt mielőtt énekelnék Tamással, nem találkoztunk azért, tényleg azt talán még nem mondtam, hogy elég úgy legyen, nagyon szépen köszönöm a szentélyi közönségeknek, hogy itt szívesen fogadjuk és szeretettel hallgatok. Tibini Katonának, Múzájának, Szervező Múzájának, a Táncsidé polgármesternek a kedves felesége is itt van, mert nagyon szeretném táncolni, szeretném meg a kívánat. És a nagyon programajánlatot hagyom, hogy még vagy holnap én próbálom a Tibinek viszonozni a Jászság, a Jászlóuk házának tartalmányában egy hagyományozó rendezvény, ahol jó légy a szólaló utána benne Tibi is, hogy lesz a Jászsági cigárzenekarral, ha tudnak, látogassanak el a Jászsággal. Hallgassák meg énekes társadalmat együtt, Tünet Tibivel. Köszönöm szépen! Thank you.
Yeah.
szépen, hogy most minden mindent hallottál. Ugyanis a gyermekek csak akkor ünnepelhetik a gyermeknapot igazán, ha van édesanyjuk. És anyák napja is nem olyan régen volt, úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntöm az édesanyákat. Innen kívánok a saját édesanyának jobbulást, és minden édesanyának jó egészséget a következő dallal, és most meglepem a Tamást. És akkor ezzel a műsorunk végére értünk, szólítom ide a képzeletbeli színpadot.
színpadra ma esti fellépőinket, akik szórakoztatták önöket, és most együtt búcsúzunk. Búcsúzik önöktől Bezeg Istvánné, Ibolya, Kormányai, Kaptár, Fejes István, Szumala József, Bacsai Ferenc, Bocsúzik önöktől Kozma Tamás, mindannyiunk.